És a Pogány Madonna az, az mennyire volt ilyen szempont meghatárom, és 81. május 28-án mutatták be. Igen, tehát... ez egy 80 os forgatású film volt, 80 májusba kezdtek forgatni. A május 9-én a győzelem napján, vagy 8-án, és ö, 21 nap alatt dobozba is rakták a filmet. Ö, hát én lettem volna a gyerekszereplő. A a Madonnába, csak hát nem kaphattam meg a szerepet, mert nem szólaltam meg a próba felvételen. Bármennyire is tudtam kívülről az egészet, meg vannak benne saját szövegeim. A tűzcsúcsú az az én szövegem volt gyerekkoromban. Le kellett volna védetni. Már végül is valamilyen szinten biztos le a szerzői jog. Ja, én, hát le van védve, mert a apámnak a tulajdona. Üh, igazából az van, hogy, hogy, a Madonna nekem mindig is a, a csöpi film volt, tehát ö, mindegyiket szeretem, de a, de a Madonna az, a, az, az abszolút kedvenc. Sok sokáig készült, tehát ahogy így olvastam, hogy az 77-ben már megvolt az ötlete, és az ötlete. 70 75-ben már megvolt az ötlet, és 77-ben már, már iratott egy forgatókönyvet, mert a tévében azért engedékenyebbek voltak, mert az nem működött akkor ebben a az előző rendszerben, hogy egy színész ír egy történetet, azt, azt megcsinálják filmre, és ő eljátsza saját maga történetében a főszerepet. Tehát ez, ez hogy, hogy van ez? Ilyen nincs. És Nemes Kürti tanár úr, Nemes Kürti István, aki a, a stúdió vezető volt a, a, a filmgyárban, az egyik stúdiónak a vezetője, ő látott ebbe fantáziát, hogy kell egy ilyen közönségfilmet csinálni. És milyen önet. lett? És hát 1 millió 200 ezer néző erősítette meg ebben a Csak így, Ez pont, hogy készültem az adás, hogy háromszor annyian látták, mint a valami Amerikát, ami az utóbbi éveknek. Jó, azért azt tegyük gyorsan hozzá, hogy a 80-as évek elején egy 1 millió 200 ezer, meg, egy, meg a 2000-2001-ben, ha jól tudom, a valami Amerika az akkori film volt, akkor, akkor csinálni egy, egy félmilliót, az, 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 az egy, egy egál. Tehát, hogy elképesztő mennyiségű néző volt ott is, itt is. De lehet látni egyébként a pániknak, a semmi pániknak volt 800 ezer nézője, az elvarázsolt dollárnak 500 ezer, és a Hamisabbabbának 297 ezer. Mindegyik abszolút a maga korában a legnézettebb magyar film volt, de mégis ettől függetlenül, hogy tele van mindenki jó, Poénokkal szeretem mindegyiket, mondom, nekem a Madonna. Tehát arra emlékszem, a, a, ahogy apám idegeskedett azon, hogy ez most tényleg megengedik, és tényleg elkészülhet-e, és elkezdtek forgatni, és számtalan sztori volt, hogy a rendőrség az elején akadályozta a, a, a forgatást szinte. De nem, nem volt a produkció mellett, erre két-három nap után kitalálták apám még a gyártásvezetővel, fölmentek Veszprémbe, hogy kérnek egy tanácsadót, hogy hogy kell a rendőrség a jelen... szépen, hogy kell azokat megcsinálni, azokat a jeleneteket jól, hitelesen, és akkor, akkor onnantól kezdve mindenhol volt öt rendőrautó. De milyen érdekes, hogy hogy puhult a rendszer, hogy a apámat nem engedték vezetni, nem engedték rendőrautót vezetni a Madonnába, azért ül be a anyósülésre, és lefoglalja a, a patkót a materialista világnézet nevében. A következő, a, a pánikban nem volt ilyen, de az elvarázsolt dollárban a Kern András már simán vezethette négy évvel később, vagy öt évvel később, igen, öt évvel később már simán vezethette a rendőrségi autót. Más, más világok voltak. De 5 öt év alatt annyit puhult a dolog, hogy, hogy már ebből nem. De 80-ban hogy képzelik meg sem. Közben adtak helikoptert, mert minden volt. Tehát, hogy... Hát te ott volt tehát ami jellik, hogy mekkora káosz, mekkor, mennyi furcsaság lehetett ezt így gyerekként megélni, és végül miért nem téged választottak el? Nem szólaltam meg a próba felvételen. Ez ennyi elég volt ehhez. Ja, ez, ez, ne, ez, ez persze, vagy hát, a nem néma film volt de egy nagyon helyes kis kölyök voltam egyébként, hogy nézem, ott van egy-két van egy kép, ami a, a forgatásra, illetve ezen a próbafelvételen készült, csak egyszerűen nem, nem, nem meg. De soha egy sem mondta apám, hogy, hogy, ez rossz vagy nem, az, az azt mondta, hogy jó, hát nem szólt meg, hát nyilván nem lehető a gyereket. És gyerekként ez a felhajtás aput körül ennyi forgatás, tehát ez így rengeteg hmm. munkát jelent. Hát ez, ez szoktam meg. Tehát, hogy ebbe ebbe születtem, ez volt a természetes, ez volt az alapállapot, tehát nem az volt, hogy a, az első öt évenben, vagy három évenben otthon volt minden nap a, az apám, és <laughs> akkor utána elment dolgozni nagyon durván, hanem ez volt, hát dolgozott, ugye a ö, színházba játszott, ugye nyilván volt anyámmal közös előadóestjük, rádió volt, TV volt, ugye TV tévé, volt, tévéjáték és tévéfilm, tehát száz körül készült évente tévéjáték és tévéfilm, ugye a TV film, ami külső helyszínen is forog, azt hiszem ez a meghatározás, a tévéjáték az, ami stúdióban Igen, készül, az valahogy, valahogy így van ez. Számtalan ilyen, és hát természetesen a nagyfilmek, ne felejtsük el a szinkront, úgyhogy és közben meg válogatott vitorlázó volt. Tehát azért ez se, ez se 24 órában való, az előbb mondtad, hogy hogy fér nekem ennyi bele, hát ő neki ez talán még több volt. Hát volt kitől tanulni. Igen, lehet, hogy a, kor... a példa jó volt, igen. Hogy lehet ezt kordába Persze. tartani. És akkor visszatérve hozzá, vagy még, még maradjunk itt a Pogány hogy uh, mikor keresett meg a kollégium Hungaricum, mi volt az alapötlet, abban minden úgy megvalósult, amit ők szerettek volna, mennyire volt nekem Ezzel a film, filmvetítéssel kapcsolatban uh, keresett meg uh, a Méhes Márton igazgatór, és nagy uh, boldogan mondtam én igent erre, mert... Uh, mert ez nagyon jó, hogy a film ugye 42 éve volt, és ma, ma is levetítik még egyszer. De hát a, akárhányszor megy bármelyik csatornán, nagyon sokan nézik. Van van egy Facebook csoport, amiben Bújtór uh, István és a Csöpi filmek kedvelői Facebook csoport 40 ezer fölött van a, a tagoknak a száma elképesztő. Ez magáért beszélnek ezek a tehát, Igen, tehát hogy, és az írják, folyamatosan jönnek az új információk. A rendőr ladával jöttünk ki, Schneider Szilveszter barátommal. Ez nem kérés volt, hanem nektek ilyen kaland, vagy... vagy így. ez direkt kérés volt a rendőr ah. igen. Próbáltunk trélert szerezni, de valahogy senki nem ért rá, hogy ide kihozza a rendőr úgyhogy aztán úgy döntöttem, hogy lábon. Ezt én megoldom düböl. De nagyon szépen viselkedett. Most lekopogom, a fél úton vagyunk csak. És mit várhatnak? Tehát lemegy a film? Igen, a és, utána egy, egy, van egy ilyen pódiumbeszélgetés magyar nyelven a filmről meg érdekességeket. És az abtó valamilyen szinten szereplő lesz? Már este fitelítik a filmet, tehát nem gondolom, Bele hogy... lehet ülni majd. Tehát meg lehet nézni kívül. Kívül belül. Belül? Belül. Igen. És hasonló filmvetítések? Van valamilyen időpont, ahol ugyanúgy el fogsz menni ladával, ladanélkül, bármi ilyesmi? Hát tulajdonképpen itt, itt hadd beszéljek a most vasárnap lesz a... Uh, nem tudom, lehet-e TV minden, csatornán. Lehet, lehet mindent akkor lehet. az ATV-n lesz a heti naplóban Eldézsi Zoltánnak egy riportfilmje. Minden évben, 7 év, éve, tehát 2016-ban volt az első, csinálunk egy Bújtór túrát, amit Bújtúrnak hívunk. Minden, évben, minden évben megcsináljuk, négy alaptagunk van. A már említett Schneider, Szilveszter barátom, aki egy ütőhangszeres ö, kollega, minden, tulajdonképpen minden. mindegy, hogy mi csak ütni lehessen, azon játszik. Ö, Nagy zsombor. Ő egy kürtművész kollégám a fesztivál zenekarban, és Pál Gábor, aki horkoló és késő művész egyben. Egyébként ő diorámákat épít, a filmeknek a jeleneteit megépíti Makedben. Autó. De, a, a, a autókkal minden, jellem. nagyon türelmes jellem, és gyönyörű munkái vannak, ha éppen odaér és nem alszik el valahol de így van, ez a négyes alapcsapat, és ehhez csatlakozott Szolnoki Péter, a kiváló muzsikus és a Bombonnak az énekese 2021-ben, és tavaly, mint utolsó tag, fölvettük Eldési Zoltán kitűnő riportert, úgyhogy így vagyunk hatan, és Zoli sosem állja meg, illetve tavaly, meg idén se állta meg, hogy ne forgasson az ilyen túráról, túrákról, úgyhogy mindenki, ha teheti, nézze vasárnap este a heti naplót, mert igen, igen, komoly volt az idei is. A tavalyihoz képest, a tavaly elérhető, tehát ha valaki már akarja nézni, majd be fogom linkelni. Ez megjövő ide. hétfőtől lesz elérhető ugyanúgy. Mi a különbség? Tehát így, kicsit így, hogy... Mit, mi, mi, Talán mert, az, mert, hogy mert ha a tavalyi az rólunk szólt, igazából erről a hatfős csoportról. Meglátogattuk Kernandrást, volt ilyen tárlatvezetés az apátságban, ahol a Ágoston a Pogány Madonnának a forgatási helyszíneit, a, a apátságban lévő forgatási helyszíneit körbejárjuk, és Utóra most mutatom a fotót, ez nem, ez a tavalyi igen, csapat? Igen, ez, ez a, tavalyi csapat, ez a hatfős hatfős csopi, ugye, mert ötfős csopi voltunk, amikor a Szolnoki Peti csatlakozott, de most már hatan vagyunk, és Kern András a Madonnával, aki 1980 óta nem fogta a kezében a Madonnát, és ott a háttérben a rendőrautó, így mondom, balról jobbra elmondom, Nagy Zsombor, Schneider Szilveszter, Eldézsi Zoltán, Kern András, Szolnoki Péter, Bújtor Balázs, és Págábor. De a Págábor idén már nagyobb volt. Úgy, de jó egészség. én tör. meg kisebb. Úgyhogy kilóban megvagyunk. Szóval hogy lehet, hogy szaladba vágtam, hogy akkor a idei, elmondtál mindent az idei meg Idei, vagy? nem, nem akarok spoilerezni az adást. Oh, elég, elég annyi, de annyit azért elmondok, hogy hízni. a, a nagyon komoly kaszkadőrökkel, a filmben szereplő kaszkadőrökkel találkoztunk. Találkoztunk Pálok Gabival, aki a gyerek, gyereket eljátszotta előlem, aztán később, mert ő megszólalt, mert ő fajn volt rendes, <laughs> illetve nem volt rendes, <gül> egy, <laughs> egy <laughs> csibész gyerek volt, és ővele találkoztunk idén is. Miből áll ez a túr, tehát ha valaki még nem látta, tehát nagy három, nap, van. három napot kell elképzelni, és ö, Általában úgy szoktuk kezdeni, hogy a nádfedeles csárdában, a hamisabban vagy egyik forgatási helyszínén megreggelizünk, ezt idén nem tettük meg, mert a nádfedeles tulajdon nem, nem járult hozzá, hogy ö, három másodperc az vágóképet a... képet készítsünk, mert hogy ez nem, nem, nem értem. Tehát, hogy, se, tehát ez tehát, hogy ez, ezt az adást 400 ezer ember nézi, vagy 300 ezer ember nézi, és még 800 ezer megnézi a YouTube-on. Tehát nem értem, hogy ez miért nem volt jó reklám, de hát innentől nyilván bolykottálom a helyet. Attól még egy ikonikus helyszíne a, a csöpi filmeknek. Csak nem járunk már oda. Na és akkor lemegyünk a Balaton köré, és különböző megnézünk pár forgatási helyet. Állandóan fölmegyünk az Apátsághoz, nagyon jó a viszonyunk az apátsága. A Pogány Madonna szobor az az én tulajdonom. Más Nem. Az az igazi. Ez az igazi? Mm -hmm. ah, ez az igazi, ez ott van az ap És ezt az volt, hogy 2017-ben a Dézsi Zoli kitalálta, hogy hát vissza kell vinni a Pogány Madonnát az apátságba. És akkor mi ezt meg is tettük, és jött Rihárd atya, aki akkor a perjel volt, a főnök, és lefotózta ezt a szobrot, és azt mondta, hogy azért fotózza ki, mert ki akarja rakni a a kapu elé, hogy ez nincs itt. De mondtam, hogy ez lehetne itt, ha akarják, és mondta, hogy nem, szó nincs róla. nem. És akkor volt egy váltás, jött Jeromos atya most a perjel, és Ágoston a titkára, Itt nem is tudom, mi a, a meghatározása Ágostonnak, a nagyon, szorosan a, 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 nagyon a... szorosan a második ember és ők meg, ők meg azonnal múzeumok éjszakáját csináljunk ilyen tárlatvezetéssel. Ez lesz jövőre is, ezt már tudom mondani. Most felújítás alatt van az apátságnak a belső tere, elvileg december 31-én átadják, az gyakorlatilag szerintem május 31. Nem, nem azért, ez mindig így van, tehát akár is én is így szoktam jönni, hogyha 11-re mondom, akkor 12-re jövök. Ja, nem. De pontos, hogy, pontos. Igen, van. köszönöm. Tehát, hogy az van, hogy, Jövő nyáron már Ágoston jelezte, hogy mindenképpen szeretne egy ilyen, egy ilyen túrát csinálni. És akkor ez fix helye lesz akkor ott a Madonnának? Már van, fix okay. helye van, Ez há, én mikor is adtam oda? Hát három-négy éve már biztosan. Tehát nagyon sokan csak azért mennek a Tihanyi apát, csak úgy megnézzék a Pogány Madonnát. És előtte hol volt? Hol? Előtte a Zongorámon volt, és ö, azelőtt pedig ö, apám halálakor kaptam én ezt meg, illetve nem is én, hanem apám felesége Judit, a Holovics György vitorlázónál volt, aki egy nagyszerű ember volt, és egy nagyszerű vitorlázó Balaton földvári illetőségű. És ez egy verseny, az országos bajnokságnak volt a fő díja. Egyik évben. Egy ez, nem, nem, Vándor ezt megkapta örökbe. Aki megnyerte azt a bajnokságot. 81-es csillaghajó bajnokságot ők nyerték. És megkapták ezt, és a, ott állt a Pogány Madonna díj, ez van a talapzatán, ott állt a ő kandallóján a párkányon. És amikor apám meghalt, odaadta Juditnak, hogy ezt szeretné ő most már, hogy nálunk legyen. Ez szép. Ez szép. És akkor így Nagyon. rákanyarodhatunk a filmfesztiválra, hogy 2009-ben, tehát 2009 az egy izgalmas év volt. 10-ben volt az első. A 10. Igen. Érte, Igen. Nem apám halála utáni évben, tehát 2009 szeptember 25-én ment el, és 2010 nyáron volt a, a, az első filmfesztivál, és ez egészen 2022-ig egy -e lineáris ívet <laughs> rajzolt. Jó, hát eljutunk 2022-23-ba is, de, de, ilyen szempontból hogy én titeket, hogy ennyire fontos, hogy te egy filmfesztivál, hogy emberek odaállnak, tehát ez egy nagyon nagy gesztus. Egy a Magyar Versmondók a? Egyesület és Luther Imre nevét kell megemlítenem itt, aki a motorja ennek az egésznek és ők ezt kitalálták, hogy legyen Balaton szemesen egy ilyen filmfesztivál az ő szervezésükben az önkormányzat támogatásával, meg mindenféle más források támogatásával is. És nagyon komolyan kinőtte magát a dolog. Tehát 150 körüli versenyfilm, nem tudom hány kategória, 10 kategória legalább volt, és nagyon büszke voltam már, hogy ez, hogy ez van, és egy óriási show mindig a, a volt mindig a megnyitó. Igen, a Facebook oldalon igen, igen, meg lehet nézni. Tehát egészen elképesztő videókat. embertömeg, ezres tömeg. Na most ez egy kis falu a, a, szemes, illetve bocsánat, nem falu község, ha jól tudom a, a meghatározás, de hát, de hát, hogy azért ezer ember az nagyon sokott. És telt, telt házott, őrjöngés, minden. Úgyhogy nagyon... Nagyon sajnálom, hogy hogy, hogy ez kimarad, kimaradt idén a programból. Egyszerűen. Mit lehet megtudni ma erről, miért maradt ki? Hát most nagyon komolyan elvontak a kulturális szférától. És ezt nem is akarok semmiféle politikát ebbe ebbe belévinni. Ez így, így alakult, egyszerűen nem volt annyi pályázható pénz. Egyébként 17 millió forint hiányzott, ha jól tudom, az egészhez. Tehát az nem hiszem, hogy egy akkora nagy investálás lett volna, hát most jövőre megpróbáljuk. Piaci alapon támogatókkal? Meg... Imre próbálja meg igazából első körben, én bármiben segítek neki, ha azt mondja, hogy menjek vele. Mekkora büntsége Tárgyalni... van, hogy meg, meg lehessen ezt valósítani? 50 né, millió, 100 millió? Nincs, áh, nincs, nincs. nincs. 25-30. Az tényleg nem. Tehát most ez egy háromnapos programot kell elképzelni, ahol az összes versenyfilmet levetítik, Diátatóval. tehát komoly az elején egy nagyon komoly megnyitóval, egy nagyon komoly diátadóval mindig van bújtó filmvetítés tehát hogy most akár tavaly volt Kern Andrással egy pódiumbeszélgetés, a Dézsi Zoli csinálta tehát elképesztő mennyiségű ember volt és ez alapból is így indult, vagy akkor egy nappal indult és kinőtte ez magát három napos kinőtt, kinőtte velem? magát, mert annyian, annyian neveztek, hogy, hogy egyre több lett és így, így volt a tökéletes a háromnapos. nap, például ott a Dézsi Zolival állunk a Il 18-as előtt a, a Aeroparkban. Megértem, én például Miskolcot szerettem járni, már több nem voltam a Színefestre, és Igen. az is egy tök jó és ingyenes volt. azok Ez is, abszolút. És most ők is most már fizetősítették, de még így is szerintem nem tudom, egy elképes összeget kérnek el, szóval nem könnyű egy ilyen nívójú, ilyen volumenű feszt. Az a baj, Mert most nem, nem látunk előre. Tehát Imre sem lát előre, nem tudjuk, hogy lesznek jövőre a, a, tám a pályázható támogatások. Ö, az, az, ha lehet, hogy az embert nem hitegetik, az, ha ezt meg lehet tudani, ha egyből mondanak egy nemet, akkor az már jó, abból a szempontból, hogy el lehet indulni valamerre. Tudod, én egy kicsi csatorna vagyok, tehát ez az adás megnézi 2-300-500 ember, de ez erről mondjuk a, a naplóba beszéltetek, és lehet, hogy ott valakihez eljut. Imre, Imre, már mindenféle fórumot megtalált erre, igen. Igen. Látom, még partizántól kezdve nagyon sokan Patreonból, így ugye most Igen, nem de, de tudod, magad, tudod szóval ez, ez ö, én azt gondolom, hogy, hogy nem szabad ebből politikai ö, kérdést csinálni, mert ez nem az. Nem hanem nem egyszerűen, igen, 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 ö, igen, de hát tulajdonképpen, mert ki támogat, hát aki hatalmon van, hát persze nyilván ő Civil szférában is, lehet. is lehet, az talán most nem annyira. A... sok kicsi sokra megy a lapon. Így van, minden lehet. Szóval ezt, ezt, hagyjuk nyitva, ezt a kérdést, és úgy is kiderül jövőre. Meg hát hogy mi a kedves nézőink, hallgatóink, hogyha ismertek valakit. Vagy Meg bár... mi van akkor, ha nem szemesen van, ha nem mondjuk máshol a Balaton körül. Már Bár nagyon, szer én nagyon szeretném személy szerint, hogy szemesen maradjon a fesztivál.